Kis Baranyi Sándor a Magyar Labdarúgó Utánpótlás programvezetője a Magyar Labdarúgó Szövetség utánpótlás programjáról adott igen hosszú terjedelmi tájékoztatást. Kritikusan fogalmazott az elmúlt időszakról, feltárta a régóta húzódó hibákat, a rossz koncepciókat, majd fölvázolta a követendő utat az óvodai focitól a felnőttekig. Én azt gondolom, hogy az MLS-nek óriási jelentősége van, de még nagyobb jelentősége van azoknak a sportszervezeteknek, ahol felvállalják az utánpótlás képzést. Különböző modellek vannak a világon, hogy az utánpótlás fejlesztést hogyan valósítható meg. Mi azt az utat választanánk, hogy a sportszervezetekkel szorosan együttműködve kvázi meghatároznánk azokat a kereteket, azokat a feltételrendszereket, amelyek mentén az adott szinten el tudják végezni ezek az egyesületek a munkájukat. És hát óriási szerepe van az MLS-nek abban, hogy hogyan kontrollálja, hogyan ellenőrzi ezeknek a sportszervezeteknek és sportszakembereknek a munkáját. Az elmúlt időszakban nagyon sokat tettünk annak érdekében, hogy a legkorszerűbb ismereteket hozzuk haza. Több mint 500 magyar utánpótlás edző járt az elmúlt időszakban nemzetközi tanulmányúton, és most már itt vannak azok a kollégáink is, akik elsősorban játékosként szereztek nemzetközi tapasztalatokat, ők testközelből tapasztalhatták meg, hogy mi az eredményességhez vezető út, és nagyon fontos kiemelni, hogy a Magyarországon elérhető értékek mellett az ő tapasztalataikat is be kell integrálni. Ezért különös öröm, hogy ma már például Dárdai Pál, aki a tanácsadó testületben komoly tevékenységet folytatott, és tanácsaival segítette a munkánkat, ma már a Bundesligában vezetőedzőként is tevékenykedik. Kéner László, a Magyar Labdarúgó Szövetség Komárom Esztergom megyei igazgatója elmondta, hogy az elmúlt években nagyot lépett előre megyénk az infrastruktúra területén, sok segítséget kaptak a sportvezetéstől, emellett a TAO-s támogatások is nagy mértékben segítették az előre haladást. Mi már 5. alkalommal rendezzük meg szakmai napunkat, és hála Istennek, hogy látszik az, hogy szomjasak a tudásra, hiszen egy évről évre egyre többen látogatják szakmai napunkat. Mindenképpen utánpótlás szinten előre kell lépnünk, főleg szakmai téren. Azt gondolom, hogy az elmúlt években az infrastruktúra fejlesztéseknek nagyon jól látható jelei vannak, így ezt meg kell töltenünk tartalommal is, mert hiába van egy pályán kiváló öltöző, vagy kiváló műfüves, vagy élőfüves pálya, az bizony a munkában és a tudásban is látszódnia kell. Ez azt jelenti, hogy nyilván ahol lehet, ott minőségi utánpótlás nevelést fog megkövetelni. Az idei 5. alkalommal megrendezett találkozó sok tanulságot adott a magyar fociban dolgozók számára, és talán a gödörből való kivezető utat is megmutatta.